Sziasztok! Megint a Peugeot-nál vagyunk. Mondjuk ez az óra nem működik. Délután kettő van, de még annyi nincs. Na, az a lényege, majd kiszerem az elemet benne. Az a lényeges, srácok, hogy Peugeot-nál fogjuk lecserélni a szervónak az olaját. Le fogjuk szívni először a tartályból. Utána ezt a csövet fogjuk megengedni. És oda rakunk valamit, hogy ne folyjon a generátorra a cuszli, meg a tartály miatt is, és le fogjuk fejteni belőle a szervó olajat fúra. Aztán utána a bilincs helyett kerül egy aba bilincs majd, mert ezt már nem lehet visszarakni. Ennyi, ez lesz a mai folyamat. Na, vettem állványt is, ne az legyen, hogy remeg a kezem, vagy mozog a kamera, úgyhogy akinek ez volt a problémája, az most boldog lehet. Na, itt az olaj, amit bele fogunk tölteni. Kesztyű hozzá. A fecskendő már a kocsinál van, először kiszívjuk a tartályból az olajat. Na, itt van a kanna is, amiben beleszívjuk. Van rongy is, van fecskendő is. Itt van a fecskendő. Kivesszük a... Remélem jól látható. Kivesszük a kupakot, meg a nívópálca. Ez egybe van ugye. Megtöröljük. Rakjuk ide a motorvezérlőre. Aztán valamit kéne hoznom, mivel áttöltöm a jól látható legyen. Kupak. Lehessen látni, hogy mennyire kocsos a szervó. Na, most kell a kupak. Fölöslegesen hoztuk. Azért lehet látni, hogy nem szép piros. Hanem fekete. Ezt azért csináljuk, hogy ne ömöljön alul kifele, mert a generátor. Úgyhogy nagyját leszívjuk így. Aztán megforgatjuk a kormányt, hogy kidolgozza. Közben itt van a segédem is, itt nyavajok. Jön, gyere! Most így leszívogatjuk a dolgokat, aztán megpörgetjük a kormányt. Sajnos ezt a folyamatot már egyszer elvégeztem, de így nem a teljes szervó folyadék jön ki. Csak elodáztuk a gondot, most már nem szarakodunk le, fogjuk fejteni az egész folyadékot. Nagyon-nagyon minimális maradjon a rendszerbe, aztán föltöltjük frissen. Mert nem olyan a szervó, milyennek kéne lenni, és szerintem ez az olaj problémája. Tehát látni, hogy ez nem piros, ez fekete. Csak a rongyra vegy, akkor piros, de amúgy meg fekete, hogyha amúgy meg szép pirosnak kell lenni. Közben nekiállunk a kormánynak, megtekergetjük jobbra-balra, úgy nem kapcsoljuk be az autót, nem adunk rá gyújtást, nem jár a motor, csak így
föl van emelve az autó, hogy jó forogjon a kerék. Megtekergetjük oda-vissza ütközésig, hogy dolgozza ki a szervót. Még. Na, ugye megforgattuk a kormányt. Már szívtam ki belőle. Azért megint egy csomó kijött belőle. Meg lett forgatva. Dolgozza fölfele az olajat. Vigyázz, hogy ne csögjön sehova az olaj. De elég szépen jön ki belőle. Aztán már a csövet is leengedjük. Oda rakunk valami edényt, hogy abba is menjen. Teljesen kidolgozzuk belőle az összes folyadékot. Csak azért csinálom, mert nem akarom, hogy a tartályból is folyjon. El lehet vele játszani. Majd megint játszunk a kormánnyal. Ne folyjon itt ki sehol. Próbáljuk kihúzni az összes löcsit belőle. Amikor megbontjuk a csövet, akkor ne jöjjön már semmi ki belőle. Na. Na, srácok, közben itt a csövet, csőről a bilincset a szét pattintottam ebből a csavarhúzóval. Ehelyett lesz majd egy ababilincs, ezt már nem lehet újra felhasználni. Aztán ennyi, mindjárt lehúzzuk a csövet. Közben tartottam egy kis szünetet is. Segéd az itt van, szevasz, a fekete ördög. Aztán gyenge, elesszük le az olajat. Na srácok, raktam oda egy rossz rongyot is a generátorhoz, meg van minden ilyen vacak. Ezt megpróbáljuk leveszteni. Na, mindjárt jön a cucc. Jön a cucc. A csöpögjön. Csőből is valamennyit kiengedünk. Még. És csöpök kifele a dolog. Elég szépen csöpörészik kifele a tartályba. Reméljük elég lesz. Na, vissza kell dugni rá egy kicsit a csövet, mert az a baj, hogy itt marhára kevés a hely, srácok. Marhára nem férünk el rendesen. Na, mennyi kifolyt még belőle. Itt ez a egy vacak ebbe a Picasso-nál, még egy picivel több a hely, de itt nagyon kevés. De ugyanígy néz ki a rendszer. Így elég szépen folyik ki belőle a cucli. Aztán majd ugye
Megpróbálom még oda berakni valamit, és akkor megtekergetjük a kormányt, hogy tényleg az utolsó cseppig kijöjjön belőle a régi szervó folyadék. Ott van az az okni, hogy azért oda folyjon a dzsuva. Az jön ki belőle rendesen, még mindig. Elég szépen. Az elég szépen kifolyik belőle. Úgy voltak ilyen festékes kupakok. Még mindig folyik a rendszerből kifeje. Elég szépen budok kifele. A csőben is rengeteg olaj van, meg a kormányműbe, nem csak a tartályba. Na már megint megtelítődött. Ez már harmadik kupak lesz. Szépen van benne, pedig kiszívtuk. Hát sajnos ez ilyen játékos. Nem akartam szétbontani itt mindent. Na, ez a vége már. Akármennyit tekergetem a kormány, mert nem nagyon akar belőle jönni. Hát ami benne van, az benne marad. És már csak kijött az egész. Ez jó megtöltődött. Jó durván félig van még. Úgyhogy le lett szívva a tartályból totálisan, ami benne van a kannába. Meg még ami kijött, úgyhogy szerintem körülbelül ennyi is fog visszamenni. Úgyhogy ebben meg vagyunk, nyomjuk rá a bilincset. Itt a régi bilincs, és itt van abba a bilincs, ami volt itthon, de nem igazán akart rámenni, mert ez vastagabb úgy látom, mint a Picasso-jé, az 1.8-asé, de jó, hogy voltam a Lidl-be már megint, úgyhogy megoldottuk, mert ez a bilincs jó lett hozzá. De hát tudtam tuszkolni a csőre. Na, bilincs rajta van, még csöpörészik, oda ott a rongy. Mindjárt ráhúzzuk a bilincset. Na, ott van az ava bilincs. Jó, rá van nyomva a cső. Na, meghúztuk csavarhúzóval, de még azért ráhúzunk rovával. Ezzel könnyebb egy fokkal. Nehogy lejöjjön véletlenül sem. Csak jó lesz. 8-as próba. Úgyhogy jó, meg van húzva. El ne törjük azért a műanyagot. Ja, lepucoljuk, kivesszük a rongyot onnan, aztán lehet föltölteni olajjal. Na már ott van a töltsér is. Szépen föltöltjük olajjal. Elfelejtettük, hogy ilyen nyitókás. Ezt már elfelejtettem. Nem baj, ezt is jött róla. Jó van, azt mondom, hogy most egyelőre. És akkor toljuk fel a tartályt. Szép piros szervóolajjal. Jól lemenjen le. Na,
majd bele a differenciálbe. Ú, ne töltsük. Még szerintem a kormányműbe bele fog menni. Aztán majd, amikor megmozgattuk a kormányművet meg minden, utána lehet csak beindítani. Be lett indítva az autó, most egy kicsit habos az olaj, mert tekergetjük jobbra-balra a kormányt, és kidégtöleníti magát. A szervót úgy légtöleníted, hogy jobbra-balra mozgatod a kormányt. Úgyhogy még egy icipicit még rakunk bele, aztán ennyi. De már nagyon jól zenél a kormány, könnyű, mint az atom. Nos, srácok, légtelenítve a szervó, és körülbelül ennyi olaj ment bele, az azt jelenti, hogy fél liter alatt, azt mondja 6 deci, 7, 8, 9, 10. Hát 10 deci ugye 1 liter van benne, hát olyan 6 liter valamennyi ment bele, vagy 0,6 liter ment bele. Kicsivel több 0,6 liternél. Lehet, hogy akkor néz ki, hogy jól dolgoztunk, mert szerintem 7 deci a max mennyiség. Na, sziasztok!